Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Naphíre YouTube csatornájának kedves nézőit. Gavra Gábor vagyok a Naphíre főszerkesztője, és itt van velem a stúdióban Nagy Attila Tibor. Szeretettel köszöntöm. Jó napot kívánok! Ez a Naphíre elemző című műsora, és a második adása. Nagyon köszönjük a kedves nézőknek, hogy az első adásunkat nagyon sokan megtisztelték a figyelmükkel. Arra kérek mindenkit, hogy iratkozzon fel a Naphíre YouTube csatornájára, kommentelje, ossza meg a videónkat, és lájkolja, lákolja ahogy tetszik. Múlt héten ott hagytuk abba, hogy azt a kérdést hagytuk nyitva, ami egyébként nyitva is marad június 9-ig, mert hát nem a vidolgoc lezárni, hogy Dobrev Klára vagy Magyar Péter lehet-e Orbán Viktor 2026-os kihívója. Abban egészen biztosak voltunk, mind a ketten már a múlt héten is, hogy valamit reagálnia kell a parlamenti ellenzék pártjainak Magyar Péter feltűnésére. Ez a valami reagálás, ez meg is történt, mondjuk hivatalos formában a DK, az MSZP és a P kampányítóján. Hogyan értékeli ezt a rendezvényt? Magyar Péter olyan kihívást intézett, hogy ezzel a demokratikus koalíciónak, de a többi baloldali párnak is szembe kellett és kell néznie. Még ezen hivatalos reagálás előtt látható volt már a nyugati fény részéről, amelyik egy demokratikus koalíció közeli honlap, hogy a szembe került Magyar Péterrel, mert onnantól kezdve, hogy Magyar Péter egyre erőteljesebben kezdte kritizálni a gyócsányékat, a nyugati fény is egyre kritikusabbá vált Magyar Péterrel szemben. És akkor erre jött a hétvégi hivatalos kampánykezdet. Én vártam volna, ugye én olyasmit vártam volna, hogy olyan mondatok hangozzanak el, amelyekre napokon, heteken át emlékezni tudunk és hogy azok tényleg üssenek, és elvegyék a figyelmet Magyar Pétertől mondjuk, mert ez lett volna az igazi feladat és teljesítmény. Ehhez képest a legfontosabb mondani való ebből a kampány rendezményből az előrehozott választásoknak a követelése volt, amiről előre lehet tudni, hogy június 9-ig biztos nem lesz megvalósítva, és nagyon kétséges, hogy június 9-e után lesznek előrehozott választások. Én nem gondolom, hogy lesznek. Ahhoz, hogy előrehozott választásokat tartsanak, én azt gondolnám, hogy a Például azt kellene, hogy a Fidesz is akarjon előrehozott választást. most az előrehozott választás azzal járhat, amennyiben a Fidesz ö, eredménye mondjuk nem esik bőven 40% alá, hogy a Fidesz ezt az előrehozott választást is megnyeri. És akkor ez azt jelenti, hogy a Fidesz kap plusz két évet. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy Dobrev Klára teljesen átgondolta az előrehozott választásokra vonatkozó követelését, amelyet most hétvégén is előadott, ezért beszélek erről. És nem éreztem úgy általában a Dobrev beszédet olyannak, amivel ki tudja fogni hatékonyan a szelet Magyar Péter Vitollájából. Uh, amit szintén nem tartok túl jónak, hogy Molnár Csaba beszéde érdekesebb volt, mint Dobrev Klárái. Uh, holott ez fordítva kellett volna, hogy legyen, mert Dobrev volt a főszónok. Ehhez képest uh, Monácsaba, Csaba, aki név nélkül ugyan, de egyértelműen szembeszállt Magyar Péterrel, és hát azt bizonygatta, hogy nem igazi ellenzéki, hiszen ugye a nerben volt, ott volt 14 évig, az nem volt egy unalmas beszéd. Lehet, hogy akkor már igazán kimondhatta volna a magyar Péter nevét, csak akkor az, a, az meg azzal jár, hogy akkor felhúzza a maga szintjére magyar Pétert, akinek nem olyan régen lett hivatalosan pártja. Tehát, és akkor ugye ott volt még Karácsony Gergely beszédem, azt kell, hogy mondjam, hogy semmi emlékezetes én nem tudok abból megemlíteni. Dobrev kláráiból csak ezt az előrehozott választás. Na most, azért, hogy egy kicsit tágabb kontextusba helyezzük még a DK-nak a helyzetét. hogy a demokratikus koalícióban tavaly megindult egy szociáldemokrata farci fazonírozás tehát hogy a demokratikus koalíció hivatalosan szociáldemokrata lett, erre jött tavaly össze Gyurcsány Ferencnek egy indexes véleménycikke, hogy polgári Magyarországot, és egyszerre akarnak szociáldemokrata Magyarországot csinálni. Én ezt egy ideológiai katyvasznak tartom, mert a kettő dolog nem tehát nem, nem láttam azt, hogy hogy akarja ezt a két dolgot összeegyeztetni, és hogy a szabad erről még egy kicsit részletesebben beszélnék. Ugye a hagyományos szociáldemokrata ö, elképzelés, felfogás, a kapitalizmus ellentmondásait, igazságtalanságát akarja erőteljesebb állami beavatkozásokkal orvosolni vagy ennyíteni, szegények felemelésével, támogatásával, az alkalmazottak jogainak a védelmével, erősítésével. A Polgári Magyarország meg inkább abból indult ki, hát elég elolvasni a Fidesz 1996-os a Polgári Magyarországért vitairatot, hogy Próbáljuk az polgárokat, az embereket minél önállóbbá tenni, hogy saját lábukon anyagilag, szellemileg meg tudjanak ö, ö, lenni, és hogy ne az államtól várják alapvetően a segítséget. Az állam feladata itt annyi, hogy segítse az embereket annak érdekében, hogy egyedül az állam segítsége nélkül tudjanak előrébb jutni anyagilag és szellemileg. Na most a szociáldemokrata és a polgári felfogás között ebből is látható, hogy érdemi különbségek vannak, és nem derült ki Gyurcsány Ferenc eddigi kijelentéseiből, hogy ezt hogy akarja összeegyeztetni. És nem derült ki most sem, Dobrev Klára beszédéből sem. Nem arról van szó egyébként, amiről egy, egy érintőlegesen a múlt héten is beszéltünk erről. Nem arról van szó, hogy a demokratikus koalíció megpróbálja az egykori nagy MSP és az egykori a nagy kicsit kisebb, de még mindig nagy SDS szerepét betölteni a magyar politikában? Tehát egyszerre akar lenni a régi balliberális koalíció? Mert nekem ez az érzésem, és talán nem véletlen a pártnak a neve is. Hát nyilván ez a célja, pontosabban most már a mára vetítve az a célja a demokratikus koalíciónak, hogy az ellenszék vezető ereje maradjon. Ugye az eredeti elképzelés az lett volna, hogy a demokratikus koalíció tiszta helyzetet teremt az ellenzéken belül. Ő lesz a nagy ellenzéki vezér, és a többi ellenzéki párt, hát még úgy futottak kategóriában, de a legtöbb kikerül az Európai Parlamentből, be sem jut, és akkor a demokratikus koalíció lenne egyfajta domináns erő az ellenzéki oldalon belül. Csak hogy ebbe az elképzelésbe elégsen beleszólt Magyar Péter, úgy is mondhatnám, hogy Magyar Péter beleköpött az ellenzéki levesbe, már abba az ellenzéki levesbe, amit a demokratikus koalíció politikusai igyekeztek volna megfőzni. Ö, tehát én számos hasonló különbségeket látok egyébként az MSPSDS kapcsolódáshoz képest, hiszen ugye ott egy erőteljes liberális párt volt az SDS révén, akkor még az SDS, hogyha 1994-98 közötti időszakra tekintünk, egy viszonylag erős partner volt. Igaz, hogy az MSP képes volt az akkori parlamenti mandátumok több mint felét egyedül megszerezni, de az MSP is egy erőteljes párt volt, 2002 és 2009 között, mert ugye 9-ben a SDS hivatalosan már nem volt tagja a kormánykoalíciónak, de addig már aszimmetrikusabb volt a viszony. Ilyen értelemben, ha nagyon akarom, persze lehet erről beszélni, de itt a szerepek annyiban felcserélődtek, és ezért is térnék vissza az ideológiai tisztaság fontosságára. Mert ugye a DK korábban inkább liberális Pozíciót vett fel. Tehát a 2011-es megalakulása után, aztán ugye tavaly élesen a szociáldemokrata irányba ment, aztán ugye jött ez a polgári Magyarország. Tehát igazából, hogy engem most politikailag megkérdeznének, hogy ugyan mondjam már meg, hogy a demokratikus koalíció valójában micsoda. Már ideológiailag, akkor egy kicsit bajba lennék, mert ők maguk összekutyulták ezt az ideológiát. Tehát az, hogy most van egy kis liberális párt, és van egy nagy baloldali párt, gondolom erre vonatkozott volna a kérdése, ezt én így nem látom, mert ahhoz látnom kellene, hogy a DK valójában most akkor ideológiailag micsora? Szociáldemokrata, liberális, polgári párt mind a három egyszerre? És akkor ebből mi következik, hogyha mind a három egyszerre? És akkor ugye ott van mellettem, és itt is látok gondokat, ugye az MSP. Ugye az MSP az utóbbi években nagyon erősen igyekezett igyekezte nem sok sikerrel a közvéleménnyel elhitetni, hogy ő valóban nagyon erőteljes baloldali párt, amely a kis embereket, a melósokat képviseli. A melósok képviselet az Komjáti Imre társelnöknek a mániája, már bocsánat, nem tudok másként fogalmazni, megfeledkezve az, hogy ma már a melós ö, lét az, az más is jelenthet, tehát a, azok, akik mondjuk informatikusok, rendszergazdák, nem feltétlenül úgy gondolkodnak a munkáról, hogy bemegyek a gyárba és fizikai munkát végzek. Gyakorlatilag a... szinte aki, aki nem munkáltató, az gyakorlatilag lehet a, akár, vagy, hogy mondjam, ha egy egyéni vállalkozó, tehát vagy ez meg a másik, vagy igen. alkalmazott, de nem feltétlenül fizikai munkát végez, tehát nagyon kitágult igazából. Igen, ez csak a... ezzel is azt akarom mondani, hogy bár az MSZP elsőre talán azt mondanánk, hogy hát egy erőteljesen baloldali párt, de hogyha ányalni szeretnénk ezt a dolgot, akkor már azt, látják, azt látjuk, hogy igazából, mint hogyha ők sem pontosan tudják, hogy ők valójában micsodák, kicsodák. És akkor ott van a párbeszéd, amelyik szintén nem liberális párt, hanem saját definíciójuk szerint egy ökopolitikai most már inkább erőteljesen zöld párt. Ugye a párbeszéd korábban erőteljesen fontosnak tartotta a marginális elemek, a társadalom különböző kisebbségeinek a képviseletét, LMBTQ jogoknak a felvállalását, és ugye ehhez jött a, a, a zöld szemlélet. Most úgy látom, hogy most inkább a zöld szemlélet felé mozdultak volna a 22-es választási vereség után. És nézze, hogyha ezeket mi mind, mind, átgondoljuk, akkor ez a három párt jött össze hétvégén. Pontosabban már korábban, mert ugye pár héttel ezelőtt jelentette be Dobrev Klára, Kunhalmi Ágnessel és Karácsony Gergelyel a közös lista szándékát. Tehát tulajdonképpen ennek a megkoronázása volt -e a vasárnapi rendezvény. Bocsánat, de ezt muszáj itt megkérdezni, hogy, uh -huh. mert azt látjuk még akkor is, hogyha nem teljesen világosak a kontúrjai, hogy mi ma a DK. Néha a polgárinak látszik, néha a liberálisnak uh -huh. látszik, néha a baloldalinak látszik, de azt nem lehet mondani, hogy egy nem létező párt lenne. Tehát nagyon is valódi szavazói vannak, uh -huh. vannak szervezetei, valamiféle értékrendje, ami, ami lehet, hogy szavazók bizonyos részénél nosztalgia a Gyurcsány korszak iránt, lehet, hogy más részüknél más jelent, de mégiscsak egy létező valami. Mit tud ehhez az együttműködéshez hozzáadni az MSP és főképp a párbeszéd, most az utóbbinál azon kívül, hogy Karácsony Gergelyt, mert végül is egy hivatalban lévő főpolgármesterrel hogy mondjam, rendelkezni az nem csekéség, de ezen kívül milyen hozzáadott értéke van ennek a két pártnak az együttműködéshez? Kezdjük akkor a szocialistákkal. A szocialistáknak van mintegy 270 alapszervezete. Tehát számos helyen még vannak irodáig. Most azért ezt a 270 körüli alapszervezetet nem úgy kell elképzelni, hogy mindegyik már nagyon aktívan működik. A szocialistáknak van egy olyan problémája, hogy a szavazóik idősödő, szavazók, tehát biológiai óra azért ketyeg, már hosszú évek óta ö, ezzel problémázik a szocialista párt, nem igazán tudott nyitni a középkorúak vagy a fiatalok felé, de ezt, mint infrastruktúrát, tehát hogy legyen valahol leülni például vidéken, vagy akár kerületben, ezt a szocialisták többé-kevésbé tudják biztosítani, sok helyen már nem. Tehát ö, Nekem az egyik kedvenc példám az, hogy a szocialistáknak a régi szép időkben, amikor még kormánypárt voltak, vagy ma már szinte hihetetlen, de 40 fölötti társadalmi támogatottságuk volt, ma meg már 5 százalék alatt vannak. Szóval nekik például Fehérgyalmaton egy 8000-es kisvárosban, ott Ukrajna, Ukrán-Magyar határ közelében, hihetetlen, de volt polgármesterük. Tehát az MSZP-nek fehérgyalmaton volt külön pártirodája, volt külön polgármestere, Nemes István személyében, volt külön országgyűlési képviselőjük, Cellár István személyében, aki fehérgyalmat és környékét képviselte még a 90-es évek második felében. Jó régen volt, tudom, csak... Csak szeretném érzékeltetni azt, hogy ahhoz képest, hogy az msp nek tényleg olyan nagy struktúrája volt még a 90-es években, hogy még egy 7-800-es városban is, nem Fehérgyalmat volt az egyedül ilyen, voltak alapszervezetei, működő alapszervezetei, ez azért elő erőteljesen leromlott mára, tehát Fehérgyalmaton most már nem nagyon találni mszp is irodát, ott már Fideszes a polgármester. De ahhoz képest, ami az ellenzéken belül van, tehát a, a legtöbb ellenzéki párnak, amelyek az, azt a 13 14-et, amelyeket én még többé-kevésbé érdeminek szoktam titulálni, bár vitatható, de mondjuk 13-14 ellenzéki párt van, ehhez képest a szocialista pár struktúrája ezzel a mintegy 270 alapszervezette még mindig valami érdemi hozzáadott érték. Nem menjünk el a 13 És még a polgármesterekről ne felejtsünk ne feledkezzünk majd el. Mert csak Me, azt akartam mondani, a polgármesterekre hogy... nyugodtan, csak erről a 13-14 létező ellenzéki pártról, ön szerint létező ellenzéki pártról, ne feledkezzünk el, mert nagyon megüt, megütött, megdöbbentett ez a szám. Igen, ennyi. Oda teszem a kutyapártot, öm, oda teszem Vona Gábor pártját, Jakab Péter pártját, öm, megoldásmozgalmat is, hát ezt már erősen lehet vitatni, hogy érdemes-e oda tenni. Ugye most ö, Magyar Péter pártja amit ő formálisan átved, de most már az a, a Tisza párt, az is egy új ellenzéki párt de facto, jogilag egyébként nem, mert 19 óta létezik. Tehát, hogyha ezeket összeszámoljuk, akkor az ellenzéki oldalon 13-14 párt van jelen. Ez szélsőséges fragmentáció. Ennél nagyobb széttöredezettség Szerbiában van, tehát én azzal szeretném vigasztalni az ellenzéki szavazókat, hogy van még hova süllyedni, van még hova töredezedni, mert Szerbiában még ennél is szélsőségesebb az ottani ellenzéknek a megosztottsága. Na hát, ha ennyire feldobtuk az ellenzéki választókat, akkor most menjünk tovább a párbeszédre, hogy még fokozzuk a hangulatot. Még mielőtt rámennék, még annyit az MSZP hozzáadott értékéről, mert erről még nem sikerült beszélni, hogy vannak olyan polgármesterei, akik helyben érdemi támogatással tudnak rendelkezni, szombathelyen neményandást említsük meg, 13. kerületben Tóth Józsefet, és még vidéken is van néhány kisváros, ahol azért szocialista polgármester van, tehát ők helyben még valamiféle infrastruktúrával, hálózattal rendelkeznek, tehát ez még bele tudja tenni az MSP ebbe az összefogásba. És akkor a párbeszéd. Hát a párbeszéd alapvetően Karácsony Gergely főpolgármester tudja beletenni az összefogásba, hiszen Karácsony a legismertebb politikusa a párbeszédet, bár erről ő maga önironikusan számolt be évekkel ezelőtt, hogy szinte már a saját okonai is alig tudják, hogy ő a párbeszédhez tartozik, és ha most megkérdeznénk minden egyes választópolgárt, valószínűleg nagyon keveseknek jön le, hogy Karácsony Gergely egyébként a párbeszéd elnökségi tagja, bár volt, amikor nem volt az, de aztán most megint az, ha jól emlékszem, mert visszalépett az elnökségbe. Tehát ennyi, illetve van néhány, vagy volt néhány húzónév, de elsősorban a fővárosban. Tehát Barabás Rihárd, aki ugye a, a Új-Budának az egyik alpolgármestere, Szabó Témé, aki Óbudán budán volt, illetve most is megválasztott országgyűlési képviselő. És itt ha hinni lehet a kiszivárgott hírektek, uh -huh. akkor pont, pont felsorolta azt a három politikusat a párbeszédnek, akik ezt a bizonyos három párti együttműködést szorgalmazták a párbeszéd részéről. Tehát Karácsony Gergely, Szabó Tíma és Barabás Rihád. És a másik oldalon, ha hinni lehet a kiszivárgott híreknek, akkor Tordai Bence állt. Na most azt azért látni kell, hogy ö, ö, karácsonyon kívüli másik két párbeszédes politikus ö, azért kellenek az ellenzéki szavazók, karácsonynak is, de a másik kettőnek meg különösen, tehát nem gondolnám, hogy Szabó Tímea meg tudta nyerni, volna nyerni Óbudát, hogyha a többi ellenzéki párt nem állt volna mögé, mert tehát gyakorlatilag a párbeszéd egy fővárosra szűkült párt, és azon belül is, még a fővároson belül sincs kiépített szervezeti struktúrája szerintem és nekik a megállapodás azért jó, mert bízhatnak abban, hogy a demokratikus koalíció hátán a 2026 utáni parlamentbe is be tudnak jutni. Egyébként nagyjából ez mozgatja a szocialista pártot is. Tehát a szocialista pártnak van még néhány vezető tisztségviselője, Komjáti Imre, Kunhalmi Ágnes, Hiller István, esetleg Gurmai Zita, és még talán egy-két monázsolt az MSZP frakcióból, akik reménykedhetnek adott esetben, hogy azért cserébe, hogy összeálltak a demokratikus koalícióval, és támogatják majd Dobrev Klára miniszterelnök jelölti ambícióját, majd ők cserébe ezért befutó helyet kaphatnak a, egy valamiféle ellenzéki közös listán. Ami igazából azért egy dk lista amire itt ott más pártoknak a képviselő is felkerülhetnek. Így van, hát ugye a pár héttel ezelőtti bejelentésben is látszott, hogy a Demokratikus Koalíció praktikus listájáról van szó, és magának a magának kam, a, magán a kampány rendezvénynek a körítésén. Is és látszott, hogy ez alapvetően DK-rendezvény. A narrátor, hát én sok ilyen DK-rendezvényt láttam már, hát ez egy DK-s narrátori szöveg volt és hang volt. A DK-s videók mentek. Tehát tulajdonképpen ez a DK-nak a kibővített kampányrendezvénye volt ténylegesen, formálisan nem, tehát a formálisan a DKMSP párbeszéd. És akkor innentől kezdve érdemes feltenni azt a kérdést, hogy mi értelme lesz a párbeszéd meg a szocialista párt létezésének, mert innentől kezdve, hogy olyan közös lista lesz, ahol se az MSP, se a párbeszéd politikusai nincsenek befutó helyen, innentől kezdve nyugodtan meg lehet kérdezni, hogy de hát akkor minek vannak. Hát erre vannak, amikről az előbb hosszabban beszéltem, hogy alapvetően a szocialista párt hoz néhány népszerű polgármestert, illetve viszi a struktúráját, van még néhány használható parlamenti politikusa, a párbeszéd hoz még egy-két húzó embert, főleg Karácsony Gergely, de egyébként nem volnék meglepve azon, hogyha idővel egyre több MSZP és alapszervezet számolódna fel, és lépne be, vagy lépne át a DK-ba. Ugye a DK-nak, erről nem nagyon szoktak beszélni, de a DK-nak még van, van, olyan problémája, hogy még nem teljesen kiépített a szervezeti rendszer az országon belül. Ezt jól mutatta például 2018-as országgyűlési választás, amelynek során a demokratikus koalíció alig tudott bejutni egyedül a parlamentben, és több megyében bőven 5% alatt teljesített a DK listája. A DK-nak krónikus problémái voltak, például szabor bereg megyében, különösen a Nyíregyházán kívüli részeken, tehát a DK-nak nagyon jól jönnének a szocialista pártnak még megmaradt alapszervezeti, irodái, a, hogyha azokat át tudná venni a DK, akkor tényleg a... Tehát egy a valódi jelenlétet biztosítanak bizonyos Igen, 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 így van. Van egy olyan szereplő, amelyik mintha beszorulna, hát nem is kettő, hanem több tűz közé ebben a képletben, ez a Momentum, amelyik erős gyurcsányozással kezdte ezt a kampányt, és úgy tűnt, hogy ők lesznek az ellenzék, hát Gyurcsány mentes részének a, a vezető pártja. Aztán kiderült, hogy jön Magyar Péter, és most pedig hát egy olyan pofont kapott a 12. kerületben a Momentum, amelyiknél én nem tudom, hogy egyáltalán föl tud -e ebből állni egy olyan harmadik helyet ö, gyűjtöttek be a 12. kerületi előválasztáson, hogy nem csak Kovács Gergely, a két farkok kutyapát elnöke előzte meg őket, akiről egyébként a Momentum azt állította a kampányban, hogy lehet, hogy még a választás előtt elviszik a rendőrök, hanem, hanem egy civil jelölt is megelőzte őket, és az előkelő harmadik helyen végzett a Momentumos jelölt. Ugye ez a kerület, a 12. kerület, ez Hajnal Miklósnak a Momentum kampányfőnökének a saját kerülete, ahol ő az országgyűlési ö, 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 képviselő, és ebben a kerületben szenvedtek nem a választáson, hanem az előválasztáson egy ilyen megalázó vereséget. Hogy lehet ebből felállni? Nagyon nehezen, mert, és hogyha megengedi, akkor majd erről erre még kitélnék, a Momentum válságban van. De ez a válság nem most a 12. kerületi eredmény nyel fog kezdődni, hanem ez már ez a válság évek óta megkezdődött a Momentumban. De akkor beszéljünk még egy kicsit a 12. kerületi sajátosságról, és aztán áttérnék a Momentum általános válságára. Nekem azt tűnt fel, hogy gyenge volt a Momentum jelöltje a hegyvidéken. Arra gondolok, hogy a partizán előválasztási vitából látszott, hogy a legjobban Kovács Gergely a kutyapárt társelnöke és jelöltje ismeri a helyi viszonyokat. És nem is tudott túl gördülékenyen szerepelni a Momentum jelöltje. Nem, én nem éreztem meggyőzőnek az ő fellépését őszintén szóval. És a, a civil jelölt sem volt a legjobb, úgyhogy a, a, az előválasztási vita is alapvetően Kovács Gergely pozícióját erősítette. Ugyanakkor azt meg kell, hogy jegyezzük, hogy mivel előválasztás volt, ezért elvileg akár fideszes szavazók is részt vehettek rajta. Tehát ugye ez a mindegyik előválasztások egy ilyen hátulütője, hogy nem tudhatjuk pontosan, hogy a fideszesek esetleg akarták-e befolyásolni, és ha, ne, ha, igen, akkor milyen mértékben, vagy esetleg erről most nincs szó, de mégiscsak van egy ilyen bizonytalanság, hogyha ugye úgy csinálnák, hogy mondjuk csak a pártagok szavazhatnának, akkor persze ez a probléma nem vetőne fel, csak akkor sokkal kevesebb ember tudna részt venni ezen a előválasztáson, illetve akkor nem is tekinthető igazából normális előválasztás. Nem létezik a regisztrált intézménye nálunk. Hát igen, amerikában, igen, igen. Valahol, amerikában. valahol félúton van a pártag és a választó között. Igen, de ennek Magyarországon nincs meg a, a, hagyománya. Egyébként Amerikában is felvetődik olykor ez a probléma, ott, hogy mondjuk a, ö, akár a demokraták, akár a republikánusok olyan jelöltet igyekeznek megerősíteni, akiket ők gyengémnek tartanak, és majd a éles igazi választásban le lehetne győzni. Ugye 2008-ban viszonylag sokáig Hillary Clinton-t megpróbálták a republikánusok életben tartani Barack Obama-val szemben a demokrata előválasztás. Igen, Igen. A egy idő után elvérzett. Ez azt gondolom egy, egy jó példa erre, bár hát alapvetően Obama ö, nagyszerű szónoki képességeinek és a kiállásának volt azért betuprató, hogy végül is le tudta győzni Hillary Clinton, de mondom, tehát, tehát az a probléma, ami már 2021-es előválasztásnál is az előválasztás ellenzőinél megfogalmazódott, hogy, hogy nem jó, hogyha a Fidesz választja ki, az ellenszék politikusait. Ezt azt hiszem Varga a fogalmazta meg, aki korábban még jobbikos politikus volt, de ezt más is megfogalmazta egyébként. Tehát, tehát, tehát van, van, egy ilyen probléma, de, de tegyük fel, de ezzel együtt valószínűsíthető, hogy alapvetően ellenszéki szavazók vettek részt. Na most a Hajnal Miklós azért, azt tegyük hozzá, hogy ő úgy lett hegyvidéki országgyűlési képviselő, hogy az összes többi ellenzéki párt, már az összefogás többi pártja kiállt mellette, és ők vitték az ellenzéki szavazókat. Ez biztos, hogy ez egy megalázó vereség. A Momentum Bocsánat, számad. hogy közzevágok, de hát őnek is meg kellett nyernie ugye egy előválasztást 2021-ben, tehát két és fél évvel ezelőtt a Momentumnak Nagyjából ott, ahol most a harmadik helyen végzett, sikerült azért előválasztást nyernie. Tehát itt valami nagyon megváltozott. Hát azért itt ugye. És, az... és bocsánat, ott is fölmerült az elméleti lehetőség, hogy hát miért ne befolyásolta volna a Fidesz. Tehát most ha. Ezt, le, ezt akkor szerintem szűrjük ki mind a kettőből, uh -huh. és fogadjuk el azt, hogy ezek ellenzéki választók voltak, uh -huh. vagy ugyanannyi Fideszes mentel akkor, Vagy most. Le, legalábbis minimális Fideszes, igen, Fideszes igen. mentel. E, igen, ezt értem, csak hogy ugye a hagyó Mikló... Ugye az sem mindegy, hogy a szavazók milyen tisztségre keresnek jelöltet, illetve szavazak jelöltet. Ugye amikor hagyó Miklós országgyűlési képviselő lett, akkor ugye az volt a legfontosabb tét, hogy marad-e Orbán Viktor vagy nem. Hajna Miklós. Hagynál Miklós, bocsánat, igen. Uh, itt ebben az esetben, uh, ugye itt, itt egy helyi polgármester választásról, annak az előkészületéről van szó, és itt most uh, június 9-én nem a kormányváltás tétje uh, lesz. Tehát itt, itt azért a tét is más. Uh, tehát. Um, ezzel együtt, ezzel együtt én azt gondolom, hogy a Momentum valóban megalázó vereséget szenveden, és annyiban az ön felvetését viszont jóvá kell hagyni, alá lehet azzal támasztani, hogy, hogy hajna a Miklósnak illet volna Azért jobb eredményt szállítani a momentumos polgármester jelöltnek. Tehát azért azt gondolom, hogy még hogyha valóban nem országgyűlési választásról is volt szó ebben az esetben, de egy jól működő pártnál összetorogoznak a különböző politikai szereplők. Tehát egy polgármester, egy hivatalban lévő polgármester segíti a saját pártását, aki mondjuk országgyűlési képviselő akar lenni. Ez enyhén szóval nem jött össze. Én a fő problémát abban látom, hogy gyenge volt a jelölt. Ami pedig a momentum általános válságát illeti. Mert ezt a hegyvidéki kudarcot nem lehet szerintem önmagában szemlélni. Itt a momentum válságával lehet igazából megérteni. És ez a válság, ennek a válságnak az előjelei már a 2022-es választási vereség előtt látszottak. Különösen ideteszem Fekete Győr András, akkori pártelnök utolsó hónapjait. A Partizán interjú jelezte, hogy itt, itt valami nagyon nincs rendben. És akkor most mellőzzük a részleteket. A lényeg az, hogy katasztrofálisan sikerült Fekete Győrnek az a partizános szereplése és aztán ugye jött először pártelnöknek Donát Anna, aki elég furcsa módon, és szerintem a Momentum itt lehet, hogy döntő csapás szenvedett nem volt hajlandó tovább elnök kösködni a 22-es eredmény után. Annak ellenére nem, hogy a Momentum egyébként bejutott a magyar parlamentbe. Tehát ez azért egy érdemi siker volt, még akkor is, hogyha a többi párttal összefogva egy közös lista részeként jutott be a Momentum. Hát most, ha ironizálni akarnék, akkor azt tudnám mondani, hogy az, az LNP és a párbeszéd is bejutott. Jó, de a Momentum először jutott be a parlamentbe. Ezt tehát... én értem, de ezt én értem, de ugye a, a, ennek a összefogásnak a, az egyik pártjaként, tehát hogy mondjam, az nem volt, hogy akkor a művészetbe jutni. Hát a, a... Jó, de azt ki kellett harcolni, hogy több politikusa feljusson befutó helyre a közös listán. Tehát erre mondom, hogy azért jó, Önnek igaza van, hogy ez a siker relatív, de ahhoz képest, hogy a Momentumnak 2018-ban nem sikerült bejutni a parlamentbe, ahhoz képest ez előrelépés. Hát nyilván az lett volna az igazi, hogyha, mondjuk önállóan tudott volna bejutni, de, de végül is nem, nem egy méretes kudarc, tehát a, egy, párt életében, egy olyan párt, amely még sose volt a Magyarország Magyarországgyűlés tagja, mégiscsak egy önálló frakciót tudott felállítani, bár jelzem, azt majdnem sikerült elszúrni annak a frakciónak a felállításán. Fekete Győr Andrásait hatházi nagyszerű együttmunkálkodása majdnem oda vezetett, hogy kivégezték a saját frakciót, újkat az alakuló ülés kapcsán. Na de, e, tehát Donát Anna nem volt hajlandó tovább elnök maradni, mondván, hogy neki a a születendő családi okból. Igen, csak az volt a baj, hogy én ezt emberileg persze lehet érteni, csak az volt a baj, hogy utána egy végtelenül alkalmatlan ember lett a Momentum elnöke, Gelencsér Ferenc, és akkor most, hát talán egy másik alkalommal, de most talán ne, ne untassuk a nézőket a Gelencsér meg annyi melléfogásával, Például azzal, hogy ő megy a misére egy sinagógában, és még lehetne sorolni. De Gelencsér Ferenc ideje alatt a Momentum népszerűsége, amely korábban még azért a pártválasztók körében 9-10%-ot úgy nagyjából el tudott érni, szépen lement 7-6%-ra. Tehát amikor Gelencsér Ferenc befejezte a pártelnökösködését, akkor a Momentum nem sokkal volt már fönn a 5% fölött, és nem véletlen, hogy már gelencsér időszakában elkezdték visszahozni Donát Annát, csak ezt rosszul készítették elő, mert Donát Anna nem tudta megmondani, hogy ő valójában kicsoda a párton belül, mert nem pártelnök, hanem európai parlamenti képviselő, de akkor valójában micsoda, ezen ment el például az egyenes beszédes szereplésének a fele, a telek is, hogy próbálták megérteni az újságírók, hogy akkor ő most milyen minőségben tét vissza, és ezt nem tudta normálisan elmondani. Aztán végre valahára visszatért pártelnöknek, és akkor az önáltal által emlegetett Gyurcsányhoz való hozzá... Bocsánat, de nagyon furcsa körülmények között tért vissza pártelnöknek, hiszen azt mondta, hogy visszatér pártelnöknek. Tehát, nem, tehát az egy, azért, hogy mondjam, ja, igen, a, igen, igen, egy igen. olyan pártnak, amelyik ugye bírálja a Fideszt, és bírálja mm. a DK-t, a, a két pártnak a, hát hogy mondjam, nem annyira demokratikus mm. belső viszonyai miatt, rettetesen furcsának tűnt kívülről, hogy jön a régi pártelnök, aki közli, hogy ő most visszatér a párt élére, nem, nem az, hogy kongresszus, meg megválasztják, meg indulok, meg jelöltetem magam, hanem hogy visszatérek elnöknek. Hát ilyen, ilye, hogy mondjam, azért ennél Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc is szemérmesebb szokott lenni. Ez teljesen így van, de aztán rájöttek arra, hogy ez nem sikerült a legjobban, is. korrigálták, hogy persze a kongresszus is meg fogjuk kérdezni. Meg is kérdezték. És volt. Néz... Voltak izgalmak, igen. Hát én mondjuk nem rágtam a körmömet a küldött gyűlés idején, amikor újra választották, majd megint megválasztották Donát Annát, akinek a korábbi elnökségről alkotott lesújtó véleményét jól mutatta, hogy egy ember kivételével nem volt hajlandó senkivel sem tovább együtt dolgozni, akik a korábbi elnökségben voltak. Na most a Donát Anna viszont rosszul indított, mert hogy elkezdett gyógysányozni, de úgy szitta a demokratikus koalíciót, hogy közben meg később összeállt vele, illetve ugye amikor megjelent az a válasz online-os nagy kavat cikke, akkor ő nem számolt azzal, hogy a Momentum nagyon kevés számú önkormányzati képviselőjének és polgármesterének együtt kéne dolgozni helyben a demokratikus koalícióval, hiszen a Momentum polgármesterei is úgy lehettek polgármesterek 19-ben, hogy a többi ellenzéki párt, köztük a demokratikus koalíció helyi közössége támogatta őket. Na most Donát Anna abba a demokratikus koalícióba rugott bele, amelyikkel egyébként a Momentum helyi politikusai, még egyszer mondom, nincsenek túl sokan, együtt kellett, hogy működjek. Nem véletlen, hogy Soproni Tamás nem nagyon állt lelkesen, finoman szóva Donát Anna ezen cikke mögé, és aztán jött egy újabb interjú, amelyben arról volt szó Donát Anna részéről, hogy gyúcsányal sem szeretne közös listára felkerülni, miközben hogy aztán jöjjön egy csaval, országos politikai megállapodást kötöttek később a Momentum és a Demokratikus Koalíció. Tehát megállapodtak abban, hogy kölcsönösen támogatják egymás jelöltjeit a helyi választáson, miközben ugye az európai parlamenti választáson meg egymás ellen indulnak. Tehát voltak olyan cikcakok Donát Anna politikájában, amelyek erős teljesen erodálták az ő hitelét, vagy legalábbis nem segítettek ahhoz, hogy a Momentum népszerűsége megint elkezdjen felfele menni. Ezzel bajlondott a Momentum, amikor jött a kegyelmi botrány, jelzem, a kegyelmi botrány első napjait a Momentum nem kezelte rosszul szerintem, tehát én egy kicsit vitatkozok azokkal, akik azt mondják, hogy a, a kegyelmi botrányt egyáltalán nem tudta jó kihasználni az ellenzék, mert Donátanna Anna elsőként követelte az akkori köztársasági elnök Novák Katalinnak a lemondását, tehát tüntetést is szervezett a Momentum, tehát nem indított rosszul, de aztán bejött Magyar Péter a képbe, és ahogy Magyar Péter egyre kilőtt egyre jött előre, és különösen, ahogy közeledett a március 15-i gyűlés, aztán a hangfelvétel körüli nagy botrány, a Momentum, benne és még a többi ellenzéki párt is nem tudott ezzel ahhoz új helyzettel mit kezdeni, amit Magyar Péter kreált. Ugye most a legutóbbi közönöm, kutatások szerint nagyon sok Momentum szavazó, Magyar Péter pártját támogatná, vagy legalábbis hajlandó támogatni, fontolgatja erről teljesen, most a Momentum nagy bajban van, mert a kutatások szerint nem tudná elérni az 5%-ot, és a június 9-i választásoknak, ugye a múltkori adásban beszéltünk, ugye van egy olyan nagy tétje, hogy Dobrev Klára, vagy pedig Magyar Péter lesz legalábbis az AP lista szerint az ellenzék vezetője, de van egy újabb érdekes tétje, hogy bejut -e a Momentum az Európai Parlamentbe, vagy pedig az 5 os szint alá esik, mert hogyha az 5 os szint alá esik, akkor a válság tovább fog sok súlyos bodni. És amit még elfelejtettem, ugye a Momentumot az is sújtja egyébként, hogy a belső kohéziója az elmúlt években romlott. Öm, ugye ahogy kevésbé jönnek a sikerélmények, úgy szaporodnak a belső ellentétek. Ráadásul a Momentumban többféle szány is van, vagy létezett. Én hallottam olyan is, hogy van egy ilyen erősen radikális baloldali kis szány, amely kommentumnak nevezi magát, tehát ugye a kommunisták <laughs> nevéhez igazodva, hogy kommentum, nem tudom, hogy van-e ilyen, de én hallottam, nekem van egy, volt egy ilyen fülesem, hogy volt egy ilyen is, aztán vannak ugye kicsit jobbosak, vannak ki kicsit olyan középen állók, és ugye a politikusoknak, a momentum politikusoknak azért félszemmel mindig oda kellett figyelni, hogy a párton belüli viszonyok hogyan alakulnak. Ugye emlékszünk arra talán még... 2020-ban volt, amikor Donát Annát még az elnökségbe sem választották be a küldött gyűlésen, aztán pár év múlva meg már elnöknek szavazták meg, tehát a küldött gyűlésen nehezen kiszámítható valami a Momentumon belül, és ugye különböző szányok, személyek folyamatosan vitáztak egymással a Momentumon belül, ez külön ö, súlyosbítja a Momentumnak a nehézségeit, és ez még Magyar Péter előtt volt. Magyar Péter előtt volt. Most Magyar Péter, amennyiben így tud tovább nyomulni, mint a tank, akkor abban az esetben megadhatja a kegyelemdöfést a Momentumnak. Utolsó kérdésem, mert minden létező időnkre járt, de pont a Momentummal kapcsolatban ugye elhangzott az a mostani beszélgetésünkben is, hogy hát ők kezdtek el pontosabban Donát annak kezdett el ebben a kampányban a Fideszen kívül először gyurcsányozni. De az nem önmagában egy életveszélyes dolog úgy gyurcsányozni, hogy az ember közben közös listá jutott gyurcsányon az országgyűlésben, mármint a pártja, közös indulást terveznek több önkormányzati, e, e, sőt, nem több, hát az átfogó megállapodásuk van a, a, a gyurcságyékkal az önkormányzatokkal, miközben egyébként a Fidesztől balra, tehát nem, most nem csak a mi hazánk, ami jobbra van a fidesz Fidesztől balra azért ott van a kutyapárt, és most már ott van Magyar Péter, akik úgy tudnak gyurcsányozni, hogy egyébként soha nem álltak össze a gyurcsányjal. Szóval hogy ez ne, nem, nem önmagában egy életveszély? Ugye, ugye, ez egy, ugye ez egy hiteltelen gyúrcsányozás. Van hiteles gyurcsányozás a kutyapártól, de egyébként a gyurcsányozás, az Orbán azása nem biztos, hogy hiteles Magyar Péternek, és akkor nagyon finoman fogalmaztunk, de a gyurcsányozása az tök hiteles. Donát Anna gyurcsányozása akkor lett volna hiteles, hogyha ő sosem állt volna össze gyurcsány Ferenccel. És Donát Anna ezt figyelmen kívül hagyta is, amikor olyan kérdéseket kapott, interjúhelyzetekben, helyzetekben, hogy ezt az ellentmondást már legyen kedves elnök asszony oldja fel, nem tudta feloldani, nem tudta meggyőzően feloldani. Csak annyit tudott mondani, hogy a Momentum igyekszik visszatérni az eredeti értékéhez. De akkor, akkor valóban nem kellett volna összefogni gyógysányjal, csak a Momentum belátta, hogy helyi szinten a nélkül még kevesebb polgármesteri, meg önkormányzati képviselői pozícióhoz jutott volna, csak, csak ez visszaütött. Visszaütött, úgy ütött vissza, hogy Magyar Péter felbukkanása előtt a Momentumnak krónikus népszerűségi, pontosabban népszerűtlenségi problémái voltak. Tehát még egyszer emlékeztetek arra, hogy a Momentum népszerűsége Gelencsér elnöksége végén nem sokkal haladta túl az 5 ot és Donát Anna újbóli elnöksége idején sem nagyon araszolt előre a felmérések szerint. E, tehát e, én, én megmondom őszintén, nem tudtam hova tenni. Azt kell, hogy mondjam, ez egy politikai butaság, amit Donát Anna művelt, nevezetesen, hogy úgy támadni Gyurcsány Ferencet és a demokratikus koalíciót, hogy korábban összefogott vele, aztán később megint összefog vele. Tehát azért a választókkal, tehát a választók számára egyszerű helyzetet kell teremteni, nem pedig egy olyan kagyfaszt, amit Donát Anni Áéknak sikerült megcsinálni. Nagyon szépen köszönöm Nagy Attila Tibornak, ez volt a Naphíre elemző című műsorának második adása. Nagyon köszönjük a Spirit FM-nek, hogy befogadta ezt a felvételt, és arra kérjük a kedves nézőket, hallgatókat, olvasókat, hogy iratkozzanak fel a Napire YouTube csatornájára, mert ilyen is ehhez hasonló videók tönkelegével készülünk. Köszönöm szépen a figyelmüket, a jövő héten találkozunk, viszontlátásra, viszonthalásra.